Jó reggelt kívánok mindenkinek, gyógy napot! Régen jelentkeztem már, most szeretnék nektek egy rövid videó keretein belül egy hexadonálisnak mondott, szerintem egyébként gyógynövényt, de élelmiszer gyümölcsöt bemutatni nektek, és ez nem más, mint a bírsalma. És az ebből készülő terméket, az a bírsalma sajtnak a készítését szeretném nektek most megmutatni. Alapvetően most már ez a második nap, hogy ezt készítem, ezért nyilván most a konyhában is kupi van, nincs tökéletes tisztaság, de az első nap után levont következményeket is következtetéseket is szeretném veletek megosztani. Hogyha esetleg kedvet kaptok, akkor fogjatok hozzá, készítsétek el. Ez a bírsalma sajt egyébként hát nagyon-nagyon-nagyon régi magyar ételnek mondható. Az egyik fő kertész, gyógynövény rajongó Milliusz Péter is már írt erről a bírsalma sajtról és annak elkészítéséről. És akkor hajrá, vessük bele magát. A legfontosabb alapanyag ez a bírsalma. Édesapám kertjéből szedtem, teljesen bio. Rovar és növény védő, permetező mentes. Ugye itt az első folyamat az volt, hogy megmostam őket, a külső héjon található szőröktől megszabadítottam a gyümölcsöt, és gyakorlatilag ezt fogom most felaprítani kisebb darabokra. A héj marad, nem pucoljuk, hanem a magháztól fogjuk megfosztani ezeket a gyümölcsöket. Megmutatom nektek, hogy én hogy fundáltam ki, hogyan a leggyorsabb és hatékonyabb a bírsalmát feldarabolni. De gyakorlatilag, amit esetleg láttok külső héján, fekete pöttyök, stb. Ha szeretnétek, leszedhetitek. Én csak akkor szedem le ezeket, hogyha bármilyen rothatás, betegség, monilia ütötte fel a fejét a héjon. És akkor gyakorlatilag ugye a tetejét, ahol a szárhoz kapcsolódik, az természetesen levágjuk. Ugye nagyon fontos, hogy egy nagyobb méretű késsel dolgozzunk, ami jó éles, ezáltal a feladatunkat is megkönnyíti, és nagyobb késsel szerintem nagyobb erőt, nagyobb nyomatékot tudunk kifejteni. Ugye a következő lépés az az lesz, hogy ketté vágjuk, és utána azt is felezzük, tehát négy negyedbe fogjuk vágni az almát. Előfordulhat természetesen, hogy mivel bio élelmiszerről van szó, hogy az almamojnak a hernyója az néhol utat rágott benne, de természetesen ez minket egyáltalán nem zavar, ezt a részt ezt kivágjuk, és természetesen félre tesszük. De akkor kezdjük egy egészséges résszel. Ugye, ha esetleg itt van még a virágból fennmaradt, megszáradt rész, ugye azt a csücskét le tudjátok szedni, és utána csinálunk a magház mentén, ugye nagyjából egy ilyen srégen bevágást, így, és akkor van egy tiszta alma részünk, és utána, ugye, ahogy srégen bevágtuk, van egy ilyen kis talpacska neki, ezt leteszed, és akkor ezt a talpat ugyanúgy itt a magház mentén srégen levágod. És akkor gyakorlatilag lett még egy szép nagy darab hús. Én úgy tapasztaltam ki, vagy meg, vagy ez a, hogy így lesz a legkevesebb veszteség, ugye itt már csak a magház van. Valaki külön a magházat is meg szokta
főzni a pektin tartalom miatt, vagy a magasabb pektin tartalom miatt. Én ezzel nem bajlódok most, és akkor szépen csak felvágod kisebb darabokra, hamarabb megfőjön, és utána ezeket beledobod a lábosba, amiben vizet tettél. Illetőleg azt is megmutatom, kell hozzá majd citrom. Igazából egy citromnak a levét fogjuk bele nyomni ide a bírsalmához. Ugye citromot azért is teszünk bele, hogy a édes savanyú részt valamennyire szabályozza, illetőleg kevésbé színeződjön, oxidálódjon, barnuljon el az alma, úgyhogy gyakorlatilag ugye a kezeteket használva, mint természetes szűrőt, belenyomjuk. A magot azért nem szeretnénk feltétlenül belerakni, de hogyha belekerül, az sem baj. Kuka. Akkor még egy. És akkor gyakorlatilag ezt a folyamatot ismételjük, ugye a bírsalmát feltettem főni, ugye annyi vizet tettem rá, hogy éppen hogy ellepje a bírsalmákat, és akkor gyakorlatilag ezt hát kb. 15 percig főzzük, az alatt meg is puhul, és isteni illata van, és akkor nyargaljunk át egy másik folyamatra. Következő folyamatunk ugye az lesz, hogy ez is opcionális dolog. Aki szeretne beletenni diót a bírsalmasajba, az tehet, aki nem, az nem. De nekünk ugye a diófánkról lekerült jó sok dió, úgyhogy gyakorlatilag ezt fogom én most összeaprítani. Egészen apróra, és amit én még fogok csinálni ezzel, az a része, hogy ezt a felaprított diót, ezt én meg fogom majd egy kicsit pirítani serpenyőben, és úgy teszem majd bele. Minden esetre óvatosan bánjatok azért a szakma, a kuktás szakma azt írta, azért kell óvatosan bánni a dió mennyiségével, mert ha beletesszük a bírsalmasajba, az kevésbé lesz jól elálló, tehát hamarabb megromolhat, tehát ez egy feltételes mód. De aki gyakorlatban már készített bírsalmasajtot, az tudhatja, hogy miután a formába kiöntjük, és hagyjuk száradni, hát és kész lesz azután, mondjuk egy hét szikkadás után, hát ember legyen a talpán, aki mondjuk kibírja azt, hogy ne edje meg, úgyhogy szerintem ez a romlási tényező, ez elméletben jó lehet, gyakorlatban az ember ezt sokkalta hamarabb feléli. Igazából nem kell nagyon apróra vágni, törekedjetek arra, hogy azért kicsit darabosabb legyen mit rajta rágni, ha vannak nagyon nagy szemek, darabok, akkor azt azért vágjátok el. De én azt mondanám erre az állagra, hogy nagyjából ez így rendben van. Akkor ezt kicsit megpirítom, és azt fogom majd belekeverni a kész bírsalma sajtba, de addig még van néhány lépés,
15 kötőjel 20 percet főtt a bírsalmánk, megfelelően puha. És amit most fogunk csinálni, ugye egy ilyen kis rácsos kanálka segítségével, ugye megfogjuk, a vizet lecsepegtetjük, és átmerjük a bírsalmát. Egy műanyag tálba. És amikor ez meg lesz, és ezzel a folyamattal végeztünk, akkor gyakorlatilag magát a tiszta bírsalma húst fogjuk majd lemérni, hogy az mennyi, mert ugye ehhez mérten fogjuk majd a cukor mennyiségét belőni. Cukor mennyiségéről annyit, hogy itt is ugye nyilván megoszlanak a vélemények, ki mit szeret, mennyire édesen szereti. El tudom képzelni, hogy valaki nem akarja cukorral készíteni, hanem édesítővel, mert azért ezt zárójelbe hozzáteszem, hogy a cukornak ugye tartósító hatása is van az élvezeti oldalon kívül. De átlagosan elmondható, hogy a teljes bírsalma hús, vagy ugye ezt majd le fogjuk botmixerezni, pürésíteni, annak a teljes mennyiségnek a 60-80%-át, általában 80%-át szokták hozzáadni, tehát 1 kilóra elmondható, hogy 1 kiló bírsalmánként, tiszta bírsalma sajton, vagy pürénként 80 deka cukrot adunk. Tehát ennek megfelelően kell beosztani. És nagyon fontos információ, hogy ugye itt lett maga a bírsalma, hát lének is nevezhetjük, vagy teának, de én ezt sem dobom ki, ugyanis ebbe is belefőtt az összes ásványi anyag, vitamin, meg annyi olyan mikro és makro tápanyag elem, ami nagy kár lenne kijönteni. Gyerekeknek is ugyanúgy adható, ha egy kis cukrot, édesítőt hozzátesztek, akkor biztos, hogy élvezni fogják, de lehet, hogy anélkül is, bár anélkül egy eléggé savanykás íze van, amit megmutatok nektek az előző főzésből készítettem. Ugye az bírsalmanak a főzőleve gyakorlatilag. És akkor ezt lehet iszogatni. Nagyon finom ízes. Ez csak egy ilyen kis tip, trükk, hogy mindent tudjunk felhasználni. Na jó, a következő folyamat. A következő folyamatunk az lesz, hogy belekerült a főtt bírsalma húsa a lábosba, és most pedig ugye a botmixer segítségével ezt teljesen pürésíteni fogjuk. Lehet, hogy egy kicsit hangos lesz, elnézést, de a folyamatot legalább akkor láthatjátok. Thank you.
bírsalma pürét, és ennek megfelelően adtam hozzá az előbb említettek szerinti arányban cukrot. Ugye nekem itt kristálycukrom volt, de ugye az kevesebb volt, mint ami kellett volna, bele így barna cukrot is tettem, és akkor gyakorlatilag most már be is állítottam a tűzhelyet, tehát közepes lángon ugye ezt összekeverjük, és akkor ezt fogjuk mostantól, hát hozzávetőlegesen egy órán keresztül, igen, jól hallottatok, egy órán keresztül kevergetni, és szépen elpárolni a vizet belőle, hogy besűrűsödjön. Amíg egyébként majd a főzés során, amikor ti főzitek esetlegesen, és úgy kell valahogy a hőfokot beállítani, ugye, hogy keverés közben ne buborékoljon, ne pukkanjon, mert akkor minden bírsalmasajtos lesz, cukros bírsalmasajtos, és emiatt azt ajánlom, hogy amikor nem keveritek, akkor buborékoljon, viszont keverés közben ugye nem szabad neki, tehát valahogy ez az ideális hőfok vagy állapot, amit be kell majd állítanatok főzés folyamán, és akkor szépen lassan kevergetitek türelemmel. Ajánlott egyébként egy vastagabb aljú lábos, ami jobban eloszlatja a hőt, így kevésbé lesz érzékeny az odakapásra, leégésre, illetőleg ha van olyan lábosotok, mondjuk szélesebb, de alacsonyabb falú, úgy az kicsit meggyorsítja a folyadéknak vagy a víznek az eltávozását főzés közben, magyarán gyorsabban fog besűrűsödni. No, hát ennyi. Hamarosan tudósítok a vég kifejletről. Sziasztok! Most már több mint egy órája kevergetem fő itt a bírsalma sajt. Látszik, hogy milyen szép, fényes, homogén, egységes lett. Nagyjából akkor mondható jónak, amikor a fakanalat így megfogod, belehelyezed és megáll önmagától, akkor már igazából a sűrűsége jónak mondható. Ugye, amit beszéltünk még az elején, lepirítottam a diót, és ezt fogom most hozzáadni. Így ne. És akkor eldolgozzuk. Viszonyat kellemes illata van a bírsalmának, és viszonyat kellemes illata van a bírsalmának, illetőleg a pirított diónak. Ezt még körülbelül egy 5-10 percig így főzöm, és azt követően őszgerinc formába fogom majd kiönteni. Ahogy láthatjuk is, elkészült a bírsalma sajtunk. Jó sok vizet vesztett, besűrűsödött. Gyönyörű fényes. Közötte a diódarabok. Akkor most ezt fogjuk kiönteni ebbe az ősz gerinc formába.
fakanalat. És akkor mindjárt megpróbálom nektek itten szemléltetni. Hogy hogyan is működik a feltöltés. Tehát egységesen mindenhova szétosztatjuk. Jól kitöltse a formát. Nagyon finom. És akkor kicsit megütögetjük, hogy a keletkezett vagy beragadt légbuborékokat ki, ütögessük belőle, és hogy az aljára is egységesen be jusson a birsalmasajt. Ugye én itt ugye nem tapadásmentes őszgerinc formával dolgozom, ez gyakorlatilag így a legolcsóbb préselt lemezből készült. Bízom benne, hogy ez nem fog letapadni. Vannak olyanok, akik folpakot használnak, leterítik, és ahogy a folpakot szétterítették rajta, akkor arra öntik rá a birsalma sajtot, és gyakorlatilag úgy könnyebb is az eltávolítás. Hagyjuk most 2-3 napig így állni, tovább szikkadni a helyén, és akkor utána ki tudjuk majd venni zsírpapírra, és tovább tudjuk szikkasztani. Amikor már nem ragacsos a felülete, akkor beszélhetünk már egy kész termékről, és hűvösebb helyen, papírdobozba téve tudjátok majd tárolni, fogyasztani. Úgyhogy ennyit szerettem volna csak megmutatni nektek. Tetszett, készítsétek el, jó étvágyat hozzá, és gyógy napot!